Mégsem építik meg a Zalaegerszeget az M7-essel összekötő M76-os gyorsforgalmi utat. Lázár Jánosnak ugyanis más, olcsóbb elképzelése van. Eszerint a leggyorsabb, legolcsóbb és legjobb út Zalaegerszegről Budapestre Nagykanizsán át vezet. A keszthelyiek felháborodtak a döntésen, mellyel a város határában így egy befejezetlen torzót kaptak. M76 zsákutca néven. Nagykanizsán már csak mosolyognak az emberek, amikor a kampányban mindent megígérnek a politikusok. Legutóbb Lázár János miniszter azt ígérte, hogy az M76-os autópálya mégsem készül el. Helyette egy kétszer kétsávos gyorsforgalmi út megépítését jelentette be Nagykanizsa és Zalaegerszeg között. Politikai kampányban és kampányban Nagykanizsának már nagyon-nagyon sok mindent megígértek az elmúlt években. Például az M9-est is maga Orbán Viktor ígérte meg néhány évvel ezelőtt, de a legutóbbi kampányban déli elkerülőt is ígértek, és négysávos 74-es utat, semmi nem valósult meg ezekből ez idáig. A szakember szerint a mostani az jó döntés, egyrészt mert olcsóbb, másrészt pedig könnyebben megvalósítható. Nyilván kellenének elkerülő szakaszok, meg nyomvonal módosítások, de ezt töredék költségnövekedést jelentene ahhoz képest, mint amikor teljesen szűz területen, új nyomvonalon kell megépíteni egy autópályát. Keszthely polgármester jelöltje szerint az új tervezet 40 kilométerrel lenne hosszabb. Másrészt az M76-os megvalósításánál már annyi pénzt elszórtak a minisztériumban, ami hatalmas veszteség lenne az államnak, ha nem épül meg az autópálya. Szerintem ez nem egy felelős viselkedés. Egy olyan autópálya szakaszt építünk, ami 40 kilométerrel hosszabb lesz. Nagykanizsaiakat nem különösebben érinti, az egerszegieknek szerintem mindegy, illetve nekik rosszabb, mivel a Keszthelyre jönnek, akkor továbbra se tudnak normálisan ide közlekedni. Az M76-os, ha megépült volna, az nagyban levette volna a terhet az M1-es autópályáról észak-dél irányban, ami így is brutálisan túlterhelt.